az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. Köszöntöm a kedves hallgatókat az Impulzus Podcast 231. adásába. Most belevágunk, hogyha esetleg rátok tört az érzés, hogy Star Trek-et néznétek, az Álomvilág című epizódot tudom javasolni, amit pont most fogunk megbeszélni az új nemzedékből, és Vince Miklós fizikus lesz a segítségünkre, aki erősíti itt a csapatot. Szervusz Miklós! Sziasztok! Szerkesztőtársam is jelen van, őt is sok szeretettel köszöntöm, szervusz Dave! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. A Star Trek és a tudomány kéz a kézben járnak. Sokszor beszámolunk mi is arról, hogy számtalan tudóst inspirált a sorozat, de most itt van velünk egy fizikus, úgyhogy lehet, hogy inkább azt kérdezem, hogy vannak-e olyan aspektusai tudományosan ennek a sorozatnak, vagy akár a mai epizódnak, amik nem öregedtek túl jól szerinted. Azt tudom rólad, Miklós, hogy nem vagy rajongója a tölcsér alakú féregjáratnak, de mentségükre szóljon a készítőknek, hogy Kip Thorne akkoriban még nem segített nekik, tehát lehet, hogy ez volt a legjobb megoldás, ami akkoriban alkalmazható volt. Na igen, hát ugye azt kérdezted, hogy van-e olyan, ami nem öregedett jól, szerintem olyan nincs, hanem olyan van, ami már abban a pillanatban is hülyeség volt, amikor megcsinálták, és most is az, de olyasmit, az egy nehezebb kérdés, hogy van-e valami olyasmi, ami olyan valós fizikaszerű dolognak tűnhetett a Star Trek idejében, és ma már tudjuk, hogy nem. Talán valamikor, én azt képzelem legalábbis, hogy mintha lett volna valamilyen mellék tudományos blablában utalás a hidegfúzióra az egyik epizódban. Ebben nem vagyok 100%-osan biztos, de azért itt mondom el, hogy kijavítsatok, hogyha nincs így. A hidegfúzió az olyasmi volt, ami pontosan még a, hát talán a 80-as években is, és a 90-es években is néhány helyen még az emberek bíztak abban, hogy ahhoz, hogy az ember egy fúziós reaktort, fúziós hajtóművet megcsináljon, ahhoz elképzelhető olyan körülmény is, hogy nem kell feltétlenül több millió fokot létrehozni, hanem szinte szobahőmérsékleten is megvalósítható. Később kiderült, hogy ez teljes délibáb kergetés volt, mert egy számítási hibán alapult, ami több nagyságrendi tévedést tartalmazott, de egy időben még eléggé divatos volt, olyannyira, hogy például ezt látjuk megjelenni én szerintem a Visszajövőbe filmekben is, amikor az egyik epizódban a jövőből jön vissza, vagyis a jövőben látogatnak el, és ott láthatjuk, hogy egy ilyen kicsi-pici fúziós cucc van, hogy beledob valami szemetet a DeLorean hátába a dokk, és akkor működik. Banánhéjat. Igen, és akkor ezzel működteti a fluxuskondenzátort, amint majd később az epizódban talán szóba kerül valamilyen módon a fluxuskondenzátor megkapcsolódik is a ma kibeszélésre előadáshoz, de én azt hiszem, hogy valami hidegfúziós utalást egyszer félálomban hallottam egy Next Generation-os adásban is. Na most itt rákerestem erre, mert nem emlékeztem fejből erre, és van egy ilyen, hogy Cold Fusion Device, kérlek igen, szépen, ezt a Spock pottyantotta bele a Nibiru-nak a vulkánjába. Ez az Into Darkness című mozifilmben volt az elején. Az még akkor a The Next Generation előtti. Vagy utáni. Ja. Hát a filmek utána gyártották, a időben igen, előtte játszódik. Igen. Na, oké, akkor lehet, hogy erre emlékeztem, és akkor ez úgy oké. Ja, tehát akkor igen. Ezt manapság valószínűleg, ha mostanság írnák a forgatókönyveket, és mondjuk Kip Thorne vagy akárki fizikus beülne a szakértő testületbe, akkor valószínűleg a Cold Fusion-re való minden utalás kikerülne belőle.
A töltséreket illetően persze igazad van, hogy azt én szoktam kritizálni, megtettem már sok fórumon, Parallaxis podcastban, meg talán itt is, meg volt, hogy együtt leültünk egy asztalhoz, és emberek előtt fikáztam a jelenlétedben. Nyilvánosan. Azt, hogy a nyilvánosan szóvá mertem tenni, hogy egy féregjárat az nem úgy néz ki, hiszen ugye az akkor néz neki úgy, mint egy töltsér, hogyha egy kétdimenziós térben élnénk, vagyis ami egy háromdimenziós, mit tudom én, térnek egy altere lenne, és akkor lenne egy ilyen harmadik dimenzió, akkor lenne töltsér alakú, de mivel mi egy háromdimenziós térben lakunk, ami elképzelhető, hogy egy négydimenziós univerzumnak idézőjelben vett felülete, ilyen módon persze nem töltsérként látnánk a sokat szerepeltetett ilyen-olyan féregjáratokat, hanem egy gömbszimmetrikus objektumként. Ahogy egyébként például a Kip Thorne felügyeletével készített Interstellárba szépebben is mutatják. De nagyon-nagyon kevés az olyan példa egyébként a science fictionbe, a filmekben, ahol ezt jól megcsinálják, tehát ezzel konkrétan a Star Trek-et kipécézni, az kicsit szivatás lenne. Azon azért mindig felszisztenek a The Next Generation-t nézve, ahogy száguld az Enterprise, és ott látjuk, ahogy a csillagok mozognak. Tehát ott azért valami elég furcsán van elképzelve arról, hogy azok a csillagok mekkorák, és milyen messze vannak egymáshoz és az űrhajóhoz képest, viszont nagyon jól néz ki. Olyan, mintha ilyen hópihék szállnának az űrhajó mellett. Igen. Egyébként szerintem az Interstellar rendbe rakta Hollywoodot, tehát utána már a Star Trekben is olyan formájúak a féregjáratok, mint ami ott megjelent, Kip Thorne útmutatása alapján. Nekem azért jutott eszembe ez az egész téma, mert pont amikor ezt az epizódot, a mai, majd később kibeszélt történetet fogjuk górcső alá venni, ott volt egy ilyen, ez nem hiba, de elgondolkodtatott engem, amikor a holofedélzeten kikapcsolják a szereplőket, azt mondjuk, hogy töröld ezt a szereplőt. Na most azt a szereplőt akkor törli, mikor kimondja valaki, hogy törölje, vagy kéne egy végrehajtás parancs is, mert ugye, spoiler, az epizódnak a végén Barclay azt mondja, hogy töröld az összes programomat, jó hosszú szünetet tart, kivéve a 9-est. De hát mire kimondja azt, hogy kivéve a 9-est, már letörölte az egész archívumot. Tehát szerintem kéne egy enter billentyűnek megfelelő végrehajtás parancs, ami vagy van egy direkt várakoztatás, mint ahogy a Gmailbe is be van építve az, hogy direkt néhány másodperccel később vedd észre, küldje el, ugye? Uh-huh. Vagy van lomtár, ahonnan még ki lehet halászni a törölt fájlokat. Az is lehet, de ugye van ebben a részben az, amikor ugye több ízben felszólítja, ugye először a srácok szólítják fel a holofedélzetet, hogy törölje a karakterüket a szimulációból, utána meg ugye maga Diana Troy szólítja föl, és minden esetben ugye a másik, tehát az első esetben a Troy bírálja felül a már elhangzott utasítást, hogy visszavonva, vagy valami ilyesmi, ugye? Uh-huh. És aztán utána meg fordítva történik ugyanez, hogy amikor a Troy látja a számára nem túl kedves empátia istennőt, vagy micsodát ott, és akkor ami ő maga, ugye? Na, és akkor a többiek mondják, hogy mégse. Tehát, hogy ez az undo. De, és közben nem tűnik el, ugye? Tehát nem azt látjuk, ha jól emlékszem félben, hogy eltűnik egy pillanatra, és visszajön. Mint egy romtárból állítanád vissza, hanem hogy késleltetve van a végrehajtás. Mint amikor az e-mail elküldésekor van még az a pár másodperc, amikor visszavonhatod. Ja, igen, a baktériumok is ezt követik egyébként. Direkt tiszteletből rávárnak 5 másodpercet, mielőtt ráugranak a kenyérmorzsára a földön. A TNG az meglehetősen tudományos, illetve igyekszik tudományosnak hangzani, és úgy szoktuk mondani, hogy a maga hatáskörén belül a Star Trek az igenis, hogy tudományos, és ilyen hardcore science fiction-en tekintkető, tehát amíg a Star Trek-en belül mozgunk, mert az alkalmazott technológiák azok következetesen vannak bemutatva, akár a működés tekintetében, akár a megnevezésüket illetően, és mindegyiknek megvan a maga úgymond leírása is hatóköre, most
például egy transzporter mikor működik, mire képes, milyen hatótávolsága van, milyen meghibásodásai lehetnek a térhajtóműnek, mikor használunk impulzus hajtóművet, és ezek gyakorlatilag ezek a korlátok jelentik pont a realitását valamiképpen a Star Treknek, mert különben, ha belegondolunk, a transzporter az szinte isteni erőt ad egy csatában, eltranszportálhatunk, akár elmenekülhetünk, ha végtelen hatótávolságú lenne, úgyhogy a fegyvereknél is korlátozni kell. És egy jó science fiction univerzum akkor jó, ha ugye te félre tudod tenni, vagy megfelelő mértékben félre tudod tenni a ragaszkodásodat a valósághű és igazi tudományhoz, de azt olvasva, vagy abban mozogva, vagy azt nézve, nem ötlik fel benned, hogy na most ez a Star Trekben nem fordulhat elő. Tehát lásd, olyan bakik, amiket mondjuk írók követtek el, és bekerültek, vagy rosszul lett fordítva, ezt szoktuk gyakran emlegetni. Tehát számomra főleg a TNG azt jött be, hogy olyan termősokat kezdtek használni, és tanácsadókat is, akik azt mondták, hogy a technológiát következtesen használjuk, vagy a legújabb Star Trek sorozatokban már egyenesen elővesznek régebben is, de most egyre inkább valódi tudományos elméleteket, lásd, medvállatka, milyen különleges túlélő képességei vannak, és ezeket sorra az adott sorozatban, a Discovery-ben bemutatták azon a medvállatkán, de kvázi adaptálva, vagy például a micélium hálózatok, amik Dr. Paul Stamets valódi tudós, és még így is nevezték el a karaktert, aki ezeket a micélium hálózatokat, gyakorlatilag a növények közti internetet így nagyon pongyolán fogalmazva, ezt átültette arra, hogy ez akár alkalmas űrbeli, mondjuk mozgásra. Csodálkozom, hogy például a kvantum összefonódást nem alkalmazta még a Star Trek, mert az remek kommunikációs lehetőség lenne, még ha nem is a transportálás, mert ezt azt hiszem pont Miklós, te mondtad egy talán szokolébresztőben, hogy a kvantum összefonódás, tehát hogy egy részecske és egy távoli részecske állapotát gyakorlatilag, amelyek összefonódtak, úgymond tükrözik egymást. Még lehet, hogy kommunikációnak se lenne alkalmas, lásd mondjuk a marsi, nem tudom hány perces kommunikációs időközt leküzdve, mert igazából tehát nem az történik, mint hogy a Star Trekben az úgynevezett szubtéri kommunikációban, hogy valós időben tudunk a fénynél gyorsabban, tehát nem rádióhullámokkal kommunikálni. De gyorsan még, mert gondolom erre szeretném Miklós reagálni, még egyet megemlítek, hogy a Star Trekben mi az, ami elavult, mert ezt pont nemrég hallottam egy német podcastban, a Fermat utolsó tér, tehát talán így van a Star Trekben is említve, amit még Picard kapitány a TNG-ben valamikor a második évadban próbál kibogozni, és azt mondja, hogy ott van Fermat, odaírta, hogy bizonyítást találtam, nyilván Picardnak ez egy ilyen szabadidős időtöltés, és ez még 87-ben belekerülhetett, vagy 88-ban a Star Trekbe, úgyhogy van egy megoldatlan tétel. Viszont a 90-es években, ha jól tudom, tényleg lett erre megoldás, és a Star Trekben elavult, hogy Picard kapitány a 24. században még mindig keresi a megoldást hobbi szinten a Fermat-tételre, meg a Voyager-szondák. A Star Trek The Motion Picture, aminek gyönyörű példány ott van nála Csaba. Hát ott a Voyager 6-os szondát említik. Egy bizonyos az még lehet. Figyelj, lehet. És 79-ben még mondhatta a Star Trek akkori írója, a filmnek az írója, hogy lehet, hogy lesz 6 Voyager szonda, amit kibocsájtanak addig, vagy elindítanak a 23. századig. Tehát ez még most is mondhatjuk, hát lehetnek ilyen nosztalgia járatok, vagy valami. Picardnak is dobhatunk egy mentővet, mert azt hiszem, hogy volt egy olyan magyarázat, hogy az, ami a 90-es években született levezetés, hát az nem túl felfogható, meg nem túl elegáns, vagy nem... Igen, mindig van egy szkeptikus. Akarom kritizálni a kedves matematikus, mert sokat dolgozott rajta, tehát azt tudom, hogy évekbe tellett, de Picard lehet, hogy talált valami rövidebb. Én is csak alá tudom támasztani, mert nekünk gimnazista korunk vége felé, amikor még úgy ráértünk, és olyan ilyen tulajdonképpen... Ti is nekiálltatok. Nem, igen, de nem ennek, hanem a négy színtételnek, amire egyébként azt tudjátok, az, hogy bármilyen térképet ki lehet színezni úgy ilyen politikai térképet, de bármilyen elképzelt alakzatot, és nem csak síkon, hanem zárt felületeken is, ki lehet színezni úgy, hogy négy szín elég legyen hozzá, úgy, hogy ne kerüljön egymás mellé ne kerüljön egymás mellé kettő azonos színű ország.
ahol igazából nyilván a csúcsos határokat azt nem számított határnak, tehát csak egy pontban összeérő országok, például Colorado állam, ugye ott vannak ilyen ezek vonalzós határok, ugye egy pontos határosság az nem számít, ugye, mert akkor gyorsan találtok ellenpéldát, de hogyha ilyen véges hosszúságú határszakaszokat nézzünk, akkor ez egy tétel, az ötszintétel bizonyítása az benne volt a faktos matek könyvünkben. A négyszintétel bizonyítására, ami ugyanez öt színnel, az öt színtétel. Bármilyen térképet kéne színezni öt színnel. Négy színtétel bizonyítására, az 70-es évek óta van bizonyítás, de az egy számítógépes bizonyítás. És az egy, és ilyen értelemben brutálisan ronda. Tehát élő ember nem nézte végig, hanem az volt az első eset, amikor elfogadták matematikai bizonyítástak azt, hogy sikerült leredukálni a problémát véges számú, de még mindig végig ellenőrizhetetlenül sok esetre, és azt egy számítógép végignézte. De ilyen értelemben nincs ember, aki ezt felfogja, és mi igenis, még 30 évvel később is azzal szórakoztunk, hogy a négy színtételre találjunk egy szép bizonyítást. Na, de hát Dave azért szerencsére valamennyire megvédte a Star Trek-et, mert ugye én és Miklós kötekedési szándékkal érkeztünk, vagy hát én bevállalom, enyém volt az alapötlet, és Miklós csak belerángattam, de természetesen csak szeretettel tettük mindezt, a Star Trek-et imádjuk, hiszen csináltunk neki egy külön műsort is. Igen, hát furcsa lenne, ha olyan műsornak csinál, olyan filmnek csinálnátok egy külön műsort, sok száz részen keresztül, amit mindenki utál. Arra vannak podcastok, amik például, hát ez egy jó kis sci-fi-nek a valóságtartalmáról beszélnek. Igen, de az mindig egy másik. Tehát az olyan, mintha mi csinálnánk, például a Parallaxisban csinálnánk 100 részt arról, hogy a mag az milyen szar. Ha jól hallottam, így fű alatt már nem a mag a legrosszabb film, hanem a Volcano és a Nibiru. Ez tök jó, hogy Csaba mondtad, mert végig gondolkoztam, mert hallgattam ezt a bizonyos adást, hogy a Spock elhangzik, a Dante Speak című filmben elhangzik, hogy jaj, Mr. Spock és a vulkán, és ezt Miklós, te mondtad, hogy ez nekem eszembe se jutott, én, mint Star Trek rajongó, és ezt a filmet is szeretem, hogy csak nekünk magyaroknak olyan egyértelmű, hogy a vulkán bolygó és nép, hogy a Star Trekben, és a vulkán szó, az ugye nagyon összefügg, míg az amerikai, vagy az angol nyelvben, ugye a volcano és a vulkán, tehát a vulkanológia, meg a vulkán, mint bolygó, az nem rögtön ugrik be, nem annyira triviális, mint nekünk így, hogy hú, ez tök ugyanaz, és Mr. Spock az biztos egy vulkán belsében él. És hát persze Mr. Spock volt egy vulkán belsében, és ez nem jutott eszembe, hogy mert tudtam, hogy nagy mozifilmben volt és újban, de hogy tényleg az Into Darkness elején volt, csak hogy Spockot azt hiszem kisugározták, mert ő meg úgy, hát ő nem betontömbökkel fagyasztotta, vagy állította meg a vulkánt, hanem ugye ő meg lefagyasztotta valamilyen anyaggal. Tehát kvázi ő is bebetonozta abban a filmben. Tehát itt is lehetne elindítani ennek a tudományosságának, hogy vajon le lehet-e fagyasztani egy vulkánt. Hát, vagy az biztos, hogy egy vulkánit le lehet fagyasztani. Hát Spock az időnként... Igen. Most a Star Trek védelmében volt, hát ugye Rick Sternberg meg Okuda, akik ugye nagyban hozzájárultak a Star Trek technológiának képernyő megjelenéséhez, ők írtak egy ilyen könyvet, amiben gyakorlatilag végigmennek az összes technológián, és teljes résztességgel, tehát akár azt mondják, hogy a térhajtóműnek a diagramjai itt vannak, hogy vajon hát hogyan működik, tehát gyakorlatilag abban a fiktív technológiában gyönyörűen ki van fejtve, vagy akár például a transportálásnak a folyamatát, itt három oldalon keresztül, az 5 másodpercet, amíg a transportálás zajlik, onnantól, hogy diagnosztika, mintavétel, pufferelés, stb. Végig elemzi, hogy ott mi történik, és hogy elektron voltok és gigahercek vannak leírva, tehát gyakorlatilag egy műszaki kézikönyv, tehát stílusában teljességgel, mint egy autó. Abszolút. Egy user's manual. Tele van diagramok, pontosan. Igen. És tehát ilyet írtak, és a Star Trek készítői kvázi kanonizálták azt, hogy későbbi írók, ha a transporterrel szeretnének valamilyen meghibásítást beleírni, akkor ezt felüthetik, és azt mondhatják, hogy oké, itt történhet egy mondjuk egy puffer hiba, történhet egy másodperc alatt ilyen hiba. Na igen, le van írva műszakilag. Tehát ilyen univerzum nem nagyon tudok, ami ennyire megalapozott a kvázi
technológiát, vagy a műszaki... Jó, de azért ehhez kellett idő, hogy kiforjon, nem? Tehát azért az eredeti ez sorozatban... Ez már igen, a igen. Az eredeti sorozatról, meg az eredeti mozifilmekről szoktuk azt mondani, az egy teljesen másik korszak. Ott az kvázi, majd hogy nem olyan, hogy abban hiszünk, de ott is gyakorlatilag nincs úgy megmagyarázva, de ott is hihető technológiák vannak, tehát, és használt technológiák, tehát például nincs még replikátor, amilyen például a TNG-ben van. Tehát megfigyeltünk egy fejlődést, hogy 100 évvel később, lásd már itt is mondjuk szintetizátorok, replikátorok vannak szó szerint, amik italt állítanak elő, és ezek fejlődnek, csak az a baj, hogy a következő sorosztok szegények már nem tudtak túl sokat hozzátenni, hiszen nem mentek el odáig például, hogy láss például az emberből mi lesz mondjuk 1000 év múlva. Tehát lesz-e esetleg valamilyen meta, tehát nem metahumán, hanem inkább ilyen szuperhumán vagy transhumán embertípus. Inkább a technológiával finomítottak, intelligens anyagok használata, még gyorsabb transportálás. Tehát egy idő után exponenciálisan elszáll nyilván, amit a jövőről tudhatunk. És így a Star Treknek a 80-as években elképzelt 24. század, mert a 2010-es, 20-as években elképzelt szintén 24. vagy nem tudom, 32. század, tehát egyre kevésbé tudjuk megmondani, ilyen realisztikusan, mint a TNG, hogy az a jövő mennyiben fog tényleg ilyen lenni. Hát az biztos, hogy volt az eredeti sorozathoz is írói biblia, és a TNG-hez is, ez nem műszaki tartalmú volt, viszont Gene Roddenberry kikötötte, hogy legyen magyarázat mindenre, amit a képernyőn látunk, és ne csodaként apostrofáljuk az ott lezajló folyamatokat, hanem racionális magyarázatot tudjunk társítani a jelenségekhez, amik kibontakoznak előttünk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Dwight Schultz elhatározta, hogy szerepelni akar a Star Trekben, és Whoopi Goldberggel együtt forgattak egy filmet. Hosszú az út hazáig. The Long Walk Home volt egy ilyen Bruce Springsteen szám is, aminek ez volt a címe, de ott ők ketten elkezdtek beszélgetni, és kiderült, hogy Dwight Schultz, akit egyébként a szupercsapatból ismerhetünk a legjobban itt Magyarországon, ő nagy Star Trek rajongó, eredeti sorozatot is imádta, a TNG is nagyon közel állt hozzá, Whoopi Goldberg pedig hát úgy ismerte meg színész társát, hogy ő egy remek kollega, és be is ajánlotta a producereknek. Erről Dwight Schultz egyébként nem tudott, úgyhogy csak akkor értesült erről, amikor felhívták őt a producerek, hogy na, akkor lehet jönni, mert hogy írtunk neked egy karaktert. És hát nyilván nagyon boldog volt, úgyhogy így került be Dwight Schultz a Star Trekbe először, de nem utoljára. Az Álomvilág című epizódról beszélünk. Továbbra is Vince Miklós fizikus a vendégünk, Dave szerkesztőtársam, velük fogok beszélgetni, én pedig Csaba vagyok. Hát érdekes, ahogyan legelőször látjuk Barclayt, szerintem ez egy hatalmas nagy jelenet, ahogyan megnyitják ezt az epizódot. Itt még semmit nem tudunk erről a karakterről, de úgy mutatkozik be, mint egy ilyen kocsmai balhézó, és minden, ami itt történik a zenével együtt, az engem nagyon megragadott, bárcsak ki tudnám törölni a memóriámat, és úgy megnézni ezt újra, hogy mindig friss legyen az élmény. Amikor kirakok az impulzus csoportba egy zenét, akkor már lehet tudni, hogy nekem nagyon megragad, ugye a talpolávaló, és akkor ott valami történik. Itt különösen akkor, amikor a Troy is elkezd beszélni, valami olyan érzés fogott el, hogy azt a mindenit, micsoda soundtracket tettek ide ez alá az egész epizód alá, meg ide a jelenet mögé. Na de Miklós, neked így hangulatilag hogy tetszett ez az egész, meg a karakter, aki bevezetésre került, ahhoz mit szólsz? Hát a karakterrel valahogy nem tudtam semmit kezdeni igazából, azt meg kell, hogy mondjam. Tehát egy
igazából tényleg egy teljesen jellegtelen figurának tűnik végig, de egyébként pont az benne a jó, tehát ez igazából az a kisember típus, akit megismerhetünk a 20. századi irodalomból, akár Kafkánál, vagy valahol. A szorongó ember. Igen, vagy a csinovnyik halálában, vagy ott vannak ilyen karakterek, ugye? Tehát ilyen szóval ilyen 19. század végi, 20. század elején bejön az irodalomba is ez a karakter, és érdekes, hogy ilyen űrbeli történetben nem ilyenekhez vagyunk hozzászokva, ugye? Tehát az volt a jó, hogy ez egy olyan esendő fickó volt, akit én speciál, azért néhány Star Trek epizódot én is láttam, meg rengeteg egyéb science fiction, de minthogy Amerikában nem nagyon divat eleve bemutatni az embereknek ezt az esendő oldalát, ami gyakorlatilag az, hogy őt mi mindent összefantáziál, meg ugye, és hogy közben pedig olyasmit csinál, ami úgy nem ildomos, meg ilyesmi, hogy ezt azért úgy nem. Tehát ez az Enterprise-on sem szokott így megjelenni. Tehát nyilván vannak ilyen külső szemétládák, vagy valami ilyesmi, de hogy úgy van egy igazán esendő ember, aki így hibákat követel, ez tök jó volt, és ennek ellenére nem sikerült úgy magamban összehaverkodni ezzel a Brokkoli nevű fickóval, de, vagy bocsánat, hogy is van bárki, de igen, hát valahogy ez. Amúgy egyébként zseniálisan meg van csinálva az összes holodeckes jelenet meg minden, tehát ez abszolút 10 pontos. Én szerintem főleg a Star Trekben szokatlan egy ilyen típusú karakter. Nem tudom, hogy Roddenberry mit szólt, vagy konzultáltak-e vele, de itt ugye alapvetően nyilván konfliktust okoz az, hogy mindig elkésik valaki, mindig rá kell szólni, mindig foglalkozni kell vele, és nem egy példás magatartást látunk, holott a csillagflotta, az Riker valahogy definiálja is, hogy itt nem ez a standard. Igen, de ez tök jó, mert tényleg ez, hogy ilyen paródiákban mindig elképzeltem, hogy milyen vicces lenne, hogy például lenne egy ember, aki mindig elkésik, vagy akinek nem működik az a kis pittyegője, mert lemerül benne az elemes, akkor bocsánat, nem értettem, ismételd meg, de ez minden mindig annyira flottul megy, holott mi is mielőtt ezt a beszélgetést itt összehoztuk ezen a felületen, jó, hogy meg csak a 21. század van, de elszerencsétlenkedtem 10 percet, mire rájöttem, hogy a kamerámon rajta van egy kis mechanikus takaró, ugye? Szóval igen, de ilyenekből tök jó lenne látni. Egyébként abban bízom, tudjátok, miben bízom? Hogy majd a Tarantino majd belerak ilyeneket. Hát lehet, hogy ő belerakna, csak már eltávolodott a Igen, az már nem lesz. Már nem lesz. Ó, basszus, én még abban a tudatban éltem, mivel hogy egy kő alatt élek, hogy az van, hogy ő fogja csinálni a következő filmet. Nem lesz ponyvaregény az űrben most már. Ó, basszus, hát pedig azt azért megnéztem volna. Hát, hogy a Bessem Brigantikban ki volt az a rendkívül precíz hát tiszt, aki ugye megpróbálta kideríteni, hogy tehát utána járni ott, hogy ki kibújtott zsidókat. Azt tudom, hogy ki alakította. Most nem jut eszembe tényleg a karakter. A neve nem jut eszembe, persze. Igen. Tehát egy olyan kapitányt, vagy egy olyan tisztet elképzelni, és egy Tarantino filmben, viszont a Star Trekben, tehát a Barclay effektus, hogy nagyon sok néző megkedvelte, de sokan Miklós hozzát hasonlóan nem tudnak mit kezdeni vele, vagy egy Star Trek, hát nézői csoportok alapján ez szerintem szétoszlik, hogy nagyon sok hölgyrajongója van. Én tudok konkrétan, még közös hölgyismerősünk is van, aki nagyon kedveli Barclayt, és más kodoló van, akinek ugye ez az kicsit idegesítő, bosszantó, és nem az a minta figura, akinek jó az előmenetele. Hát ugye Picard is említi, hogy hát elégséges volt a Zsukovon, és ugye a néző felkapja a fejét, tehát az Enterprise mégiscsak az ászlóshajó, ide ilyen elégséges, átlagon aluli teljesítménye jönnek az emberek. És ugyanakkor meg belegondolsz, hogy hát de miért ne? Tehát ha mondjuk szakmailag jó, de mondjuk emberileg nehezen találja a helyét, de amúgy meg jó ötletei vannak, akkor viszont tényleg ezen kell finomítani, mint a Picard is utal, hogy hát illeszik a csapatba, legyen kvázi a barátja. És a Picard szinte ráparancsol Jordanra, és Jordannak ez kellemetlen, ahogy minden főnöknek, vagy
tehát ilyen részlegvezetőnek bizonyos szempontból ez kellemetlen, mert rá is parancsolhat, de ugye itt a parancs ellenére nem jelenik meg pontosan, vagy nem, tehát ilyen esetlen, esendő ember, ez a doesn't fit, tehát az a misfit, nem ide való, nem passzol ide, nem ide tartozik, és de akkor hova tartozna? Tehát egy ül el másra? Tehát Picard is mondja, hogy hát az nem biztos, hogy az egyszerűbb, vagy az adekvát mód, és itt lehet látni, hogy mindenki különböző módon próbálja ezt intézni. És itt ráadásul egy fejlődő karakterről beszélünk, tehát nem egy epizódos megjelenése van a Barclaynak. Tehát elindul egy ilyen nagyon esetlen a tisztekhez, tisztársaihoz is nagyon nehezen közeledni tudó emberről. Itt lehet látni, hogy a srácok ugye itt elmennek sörözni, tehát Barclay kimarad ebből, a holofedélzeten keres vigaszt, próbál barátságot keresni, tehát akár ugye itt ő is ugye a közben keresi a nagy őt, amivel még a Geordinak is volt gondja, tehát a Geordi ugyanezeket a utakat eljárta akár a holofedélzeten, hogy szerelmes lett, és hogy tehát nincs barátnője, mert egy olyan típus, de hát ő egy ilyen embertípus. Tehát itt ezt nagyon jó, hogy megjeleníti a Star Trek, de néha nehezen tudom mit kezdeni vele, mert kvázi voltak éppen egy ilyen szuper nördöt, egy rajongót, egy geeket jelenít meg, aki csak tehát nagyon oda van a hobbiáért, kvázi itt akkor a szakmájáért, a Barclay, de ugyanakkor a társadalomba, iskola munkája egyszerűen kirekesztettnek érzi magát. És sok ilyen ember van, és a Star Trek nézők között sok ilyen volt. És nem kell, nem feltétlenül szó szerint, hogy a pincében kuksolva gyűjti ugye az űrhajó modelleket, és az anyukájánál él. Ugye? A Galaxy Questben láttuk azt a karaktert, egy ilyet. De igen, egyébként sok, vagy hát nem tudom, hogy sok, de volt olyan rajongó, aki magára vette ezt az epizódot, és azzal vádolta meg a készítőket, hogy hát ez egy görbetükör a Star Trek rajongókról, de ők ezt visszautasították, tehát azt mondták, hogy nem volt olyan szándék, hogy ezt így rávetítsék a rajongótáborra, sőt, Michael Piller azt mondta, hogy ez egyenesen az ő belső világát tükrözi, Michael Piller a showrunner itt a TNG-ben, vagy ő volt a showrunner itt a TNG-ben, ő is azt mondta magáról, hogy fantázia világban él, meg a felesége is ezt mondta róla, és sokkal nehezebb a valósággal elboldogulnia, mint az ő fantáziájával. Szerencsére Piller hozzátette, hogy ő ebből tök jól megél, tehát ez ilyen szinten nem okozott neki problémát, de hát azért azok a nem túl szerencsés emberek, akiknek nem olyan pozíciójuk vagy munkájuk van, akik nem ebből élnek, azoknál ez, mint Barclay. Bár azért egy mérnöknél ezt Guinan is felteszi ezt a kérdést, vagy mondja, hogy nem kell, hogy nagy képzelő ereje legyen egy szakembernek adott esetben. És hát végül is ő oldja meg a dolgot. Tehát ő az az ember, aki végül out is out of rájön. The box thinking történik. Hát igen, és egyébként ezt az a helyzet, hogy amikor megvizsgálták azt, hogy a tudományos áttörések, például matematikusok esetében, akikről már így érintőlegesen szót ejtettünk, hogy milyen tudatállapotba jöttek, vagy hogy milyen alkalmakkor jöttek, akkor általában az derül ki, azt olvastam, hogy nem, tehát a legritkább esetben van az, hogy az ember leül egy papírral, és kiszámol valakit, mit is megcsinálja. Azt a kvázi mechanikus részét, hanem a nagy ötletek azok mindig így félállomban, vagy teljesen más csinálás, vagy futás közben, vagy fürdőkádban, ugye, mint a heuréka effektus, meg minden. Tehát mindig ilyen helyzetekben jönnek elő. És hát itt is ugye ez az out of the box thinkinghez lehet, hogy pont az kellett, hogy ez egy ilyen csávó, aki közben máshogy használja az agyát, mint ahogy ez itt a... Az angol száz protestáns erkölcsrendszert nyomokban zászlajára tűző csillagflottában, ugye így elvárva vagyon. De az a jó, hogy ez a Barclay, ez nem egy zseni, máshogyan gondolkodik, mint a többiek, de az szerintem egy klisés karakter lett volna, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy rohadtul okos ember, viszont nem jön ki senkivel. Az már egy hát nem meg azt mondom, hogy probléma, de olyat már láttunk. Igen, meg az annyira nem különbözik a Data-tól ilyen értelemben. Igen.
Tehát már persze ő azért kijön az emberekkel, csak hogy hát végül is hasonló karakter már van. És ez meg ugye direkt más, ez az intuitív, ez kicsit művészies elme. És ez tökre hiányzik amúgy a Csillagflottából. Tehát érdekes, hogy pont a Troy-jal találja meg magát úgy, így képzelet szinten, mert még ő egy olyan karakter, aki értelemszerűen olyan, hogy nagyon intuitív, meg nagyon... De Troy vajon nem érzi, hogy hát ez az ember, ez bele van esve? Ezen néztem komolyan. Én is egy nagyot, hogy ez neki hogy nem jött át szakmailag. Amúgy egy pszichológusnak nyilván le kell állítania a terápiát, hogyha rájön, vagy ki kell hátrálni a helyzetből, ha rájön, hogy ilyesmiről van szó. Itt ehhez képest pont a fordítottja történt. Tehát igazából a Troyot nyomta izét, hogy lélegezzem, meg izét, csukja be a szemét, meg minden, és pont a szerencsétlen geek barátunk volt az, aki elmenekült a holodeckre a session elején. Kb. De milyen jók ezek a holofedélzetes jelenetek, tehát én halálra röhögtem itt magamat, amikor megjelent ez a megértés istennője, és akkor a Riker nagyon jól visszaadja Troynak azt, amit kapott előtte, és tulajdonképpen hagyjuk, hogy ez a szegény ember fantáziája itt kiteljesedjen előttünk, egészséges fantázia, nem, de... Hát ez, pont ez jókor kapcsoltak oda, mert egyébként természetesen kell, hogy létezzen ennek mindenki képzeletében egy pornó verziója is, csak azt a korhatár verzió nem engedte bemutatni. Hát az Orville-ban ezt volt ja. Ilyen. Oh, okay. Tehát ezt meg az előbb ugye mondtad azt, hogy sikerült itt összekapcsolódnunk adás előtt, és nekem mindig volt egy ilyen várakozásom a Star Trekkel, hogy süssék el ezt a poént, hogy így nem kapcsolódnak össze a képernyőn, a hídon, és így várni kell, még talán egy ilyen Skype hangot is be lehetne játszani, vagy valami hasonlót, és hát az Orville-be természetesen ezt megcsinálták, hogy valaki nem jól helyezkedett el ott a képernyő előtt, és megkérte a egyébként tök ellenséges hajónak a kapitányát, egy Krill kapitányt, hogy egy kicsit üljön már odébb, mert nem jó az egész beállítás, tehát ezt úgy lelőtték, és ez a pornófüggőség is azért ott volt az Orville-ben, és az Orville általában bátran lecsap ezekre, amiket a TNG-ben még nem lehetett elmondani, de abban a formátumban, abban a stílusban, viszont a mai merészséggel ezt ma már azért meg lehet valósítani. Már éppen beindulna ott a kis előjáték, a holófedélzeten, amikor azonnal hívják, hogy menjen, mert meg kell oldani a technikai problémát, ami szintén érdekes, hogy itt mi a fizika ebben az egészben. Mert hogy ugye nem csak egy természet, nem csak egy pszichoanalízis ez a rész, hanem van benne valami elég komoly technikai probléma, aminek a megfejtésé ehhez én ugye kevés vagyok, mert ez olyan fizika, ami abban a könyvben szerepel, amit a Dave az előbb mutatott. Aha. Tehát a még oly konzisztens, ám de a mi valóságunkkal nem egyező univerzum, tehát van ez az Invidium nevű részecske, ami, vagy anyagtípus, vagy nem is részecske, hanem valami molekula, ha jól értem, valami összetevő, amit valami bolygóról vett mintából hoztak, ami azonban ott az ilyen mintatárolókból kiszabadult, és akkor széthordták a jó munkás emberek a hajó különböző pontjaira, és ez aztán mindent tönkre tesz. Kiukasztja a sörös korsókat, meg indokolatlanul warp sebességre, vagy drive üzemel behelyezésére készteti a hajót, meg ilyenek, ugye, ilyesmik történnek. Igen. Szóval ez egy csuda anyag, ami elég furcsa dolgokat művel, és ezt akartam megkérdezni tőletek, mert ez egy annyira konzisztens univerzum, én meg mindig csak egyesével nézem meg a részeket, amiket kértek ti, hogy erről az anyagról lehet-e tudni valamit, van-e a Star Trek univerzumban ennek bármilyen más előfordulása, és mit lehet róla tudni? Hogy mondtad múltkor, Dave, vannak ezek a bizonyos forgatókönyvben szereplő ilyen motívumok, vagy kitalált ilyen cselekményt előre gördítő fiktív valamik, amiknek aztán semmi más célja nincsen, csak az, hogy menjen előre a történet. Szerintem ez egy ilyen, ezt kijelenthetjük. Ez egyébként azt jelzi, hogy mi ezt azért nem néztük meg Csabával, hogy van-e Invidium, mert
mint Star Trek nézők, egyszerűen defaultból elfogadjuk, hogy van egy anyag, igen, megnevezték, vannak hatásai, és tök jó, az epizódban teljesen beleillett ez a magyarázat, és számunkra le van zárva. Tehát igazából nem lógott ki a Star Trek univerzumból, hogy az ember elkezdett volna böngészni, hogy te jó is, tehát ez teljesen logikátlan, mert a megközelítés, elkezdi szűkíteni ezeket, fölteszi a kérdéseket, hogy no, mi az, amit még mondjuk, ami még levegő mellett is, nem tudom, működhet, vagy erre lehet, hogy jobban tudod, Miklós, hogy ez jó volt ez a megközelítés, hogy mi az, ami előfordulhat, nem mérgező, ilyen környezetben, ilyen hőmérsékleten, oxigénnel is együtt lehet, és akkor ezt egyébként egy mai kompjúter, tehát amit Jordi itt csinál a kérdések szűkít, ezekkel a leszűkítéssel, ez egy mai kompjúter, mai nem kompjúter. Tehát egy EMI, amelyik összefüggéseket keres, az már rég megtalálta volna. Tehát ez a Jordi, amikor szinte kiabál, hogy mi az összefüggés, hogy mi lehet az összefüggés, keresünk olyan anyagot, olyan hatást, amit a szenzorok nem érzékelnek, vagy a mi szenzoraink, vagy a mi rendszereinkben nincsenek benne. Hát aztán ezt a Barty mondta. De ezt mondhatta volna a kompjúter is, amikor Jordi kiad egy parancsot, hogy kompjúter elemezd, hogy mi okozhat ilyen hatást. Tehát milyen van ilyen hatás. És a kompjúter átnéz mondjuk 10 000 ilyen diagnosztikát vagy esetet, és elkezdi szűkíteni a precedenseket, és előbb-utóbb ki fogja dobni azt, amit a Jordi egyébként így szépen vissza, amúgy nagyon látványos, meg imádjuk a TNG-ben, a TNG ugye ez egy beszélő sorozat. Tehát kvázi meg van tűzdelve egy kis akcióval, látványal, de gyakorlatilag két ember leül, és úgyis felolvashatná, akkor is izgalmas lenne. Mert jól meg van írva, és a tudományos oldala is, a módszer, a megközelítés jó, hogy a néző a Jordival együtt nyomoz, hogy akkor ezt kizárjuk, akkor most leszűkítettük, hú, de jó, már csak 4 elem van, és akkor gyorsan, természetesen Wesley tudja, hogy 2 mondjuk, nem tudom, mérgező, azt hiszem, ott dobnak el 2 anyagot, és akkor jön az invidium, hogy a kaniszteren rajta volt, és a néző is a fejéhez csap, hogy ez olyan, mint egy jó krimi. Na igen, abba különbözik, ez volt azért bajom, hogy ez azért hasonlít olyan, mint egy jó krimi, de csak majdnem, mert nem nélkülözi azt az elemet, ami az ovisok játékában szerepel, amikor az van, hogy ugye 2 ovis harcol egymással, és akkor mondja, hogy és akkor én keresztül dobok egy olyan különleges golyóval doblak meg, ami áthatol a pajzsodon, de nekem olyan pajzsom van, amin van egy olyan bevonat, amiről lepattan, de nekem tehát, olyan... Tehát, hogy ez az anyag, ez mindent csinál. Igen, tehát hogy az van, hogy ugye a krimi, vagy egy jó Sherlock Holmes sztoriban az van, hogy az kb. Ugyanabban az ismert univerzumban játszódik, amiben benne vagyunk, ahol például lehet egy ugyanilyen sztori, és akkor egy létező elem, amiről akár az olvasó is tudhatja előre, hogy mit tudom én, a kámfor, vagy mit tudom, vagy úgy szú, hogy izé, hogy a jég az olyan, hogy elolvad, és ezért nem találták meg a gyilkos fegyvert, mert egy jégből készült izével. Nem tudhatjuk, hogy mit okoz. Egyszer kiukad egy sörös korsó, igen. Egyszer felgyorsul a hajó. És akkor megtudjuk, hogy a megoldás nem lehet más, mint a random latin hangzású kifejezés, ami az ovis játékokhoz hasonlóan, az pont ugyanezekkel a tulajdonságokkal bír. Case closed. Tehát ugye, tehát itt nincs meg az a fajta katarzis, mivel hogy még a legelvadultabb Star Trek fanok sem hallhattak korábban erről a vegyületről, hiszen csak itt szerepel. Ugye? De mindegy, azért jó volt, ez nem fikázás, csak azért még a krimi aspektus az akkor működik igazán, hogyha tényleg azt érezheti a néző, hogy hát ezt én is kitalálhattam volna, ha én lettem volna Sherlock Holmes, de arra esély sincs, hogy egy random vegyületet te találj ki. Ugye? Ja, na mindegy, jó. De hát végül is, aki krimit akar nézni, az nézzen krimit. Aki meg szereti a krimit is, meg a science fiction-t is, az úgy ennél jobbat nem nagyon talál. Hát erre szoktuk mondani, hogy ez Star Trek. Tehát igen, mert nézhetünk természetesen Marvel hősöket, és karakternek dráma szempontból tök jók, van karakterfejlődés, csak ott mindig azt mondjuk, az csak kvázi, ott igazából egy köntös, hogy igen, a Tony Stark is fémekkel dolgozik, és látszólag tudományos eljárásokat használ, de a Tony Starkot szeretjük, és nem kérünk magyaráztat, hogy mi tartja össze mondjuk a vasember páncélját, míg itt viszont kérünk magyaráztat, és meg gyakorlatilag a néző elégedetten áll fel,
és az új Star Trek sorozatoknál, vagy filmeknél van az, hogy a nézőknél bizonyos ilyen elvárások nem teljesülnek be, és azért érzik, hogy hát ez nem Star Trek, vagy nem olyan Star Trek, pedig ott is vannak zseniális jó ötletek, ilyen igényel, és csak... De igaza volt akkor a Roddenberrynek, hogy kell az embernek a válasz. És ez a biztos. Csodálatos, hogy az, hát úgy mondtad, hogy az benne volt a izében a kódexben, hogy hogy mindig kell, hogy elhangozom valami magyarázat, és az a csodálatos, és ezt egyébként tudományos ismeretterjesztőként én is gyakran tapasztalom, hogy az a csodálatos, hogy az emberek általában tényleg beírik magyarázatként egy szóval, hogy hát ez a bifidus essensis miatt működik. Kész. Ez az intelligens részecskék miatt működik ez a sampon, vagy a bifidus actiregularis miatt segíti a bérflórát, és akkor elhangzott, és akkor ez az, jó, kész. Betöltöttük azt a slotot, ami az agyunkban üresen tátongott, hogy kell valami magyarázat, és akkor kaptunk magyarázatot, kész. És tényleg jobban érezzük magunkat tőle, akkor is, hogyha igazából csak egy szót kaptunk. Na, hát föltettem még nehéz kérdéseket az adásnaplóban. Ugye itt van Rikernek a zsigeri reakciója a holofedélzeten, hogy de hát itt a kollégák meg vannak jelenítve, és azért ezen gondolkodtam, hogyha van egy ilyen élethű szimuláció, akkor ezt szabályozni kell-e, lehet-e szabályozni, egyáltalán hogy kerülnek oda a kollégáknak a pontos másai, mert azért szerintem hát ilyen privacy beállítások lehet, hogy vannak a hajón, hogy engem nem másoljon le, mondjuk a szimulátor, de tegyük föl, hogy ez a lehető legjobb paraméterek alapján dolgozik, vagy a lehető leginkább elérhető paraméterek alapján dolgozik, tehát például egy konferencián téged leholofotóznak, vagy nem tudom, és akkor az alapján te bekerülsz egy rendszerbe. Mondjuk nem megfigyel a szónikus zuhany alatt az Enterprise-nak a kamera rendszere, hanem ilyen közvetetten ez rendelkezésre áll. De ezt be kéne tiltani szerintetek, vagy mit kell ezzel a dologgal csinálni, hogy ez igazságos legyen, mert itt ugye a Troy meg azt mondja, hogy azért lehet, hogy hagyni kéne ennek a szegény embernek szárnyalni a fantáziáját, ezt nem lehet most már csak úgy egyik pillanatról a másikra lekapcsolni, de hát az meg nyilván sértve érzi magát, meg nagyon rosszul érinti, aki ott viszont látja a saját képét a holofedélzeten. Szóval mit lehet ilyen helyzetben csinálni? Mi lesz ezzel a jövőben vajon? Én azt gondolom, hogy szerintem ez ugyanolyan hülyeség lenne korlátozni, mint hogy a képzeletet se tudjuk korlátozni. Tehát XY elképzel egy másik emberrel valamit, mondjuk egy verekedést, vagy egy csókolózást, vagy akármit, azt ugye nyilván nem tilthatjuk be. Legfeljebb meg lehet mondani, hogy ez gondolat, bűn, vagy mit tudom én, és ennye, de hát ugye nem tudod betiltani. Most onnantól kezdve a holofedélzet, az csak egy ugyanolyan megjelenítési eszköz, mint hogy az ember mondjuk egy papírra lerajzolja a vágyait, vagy szoborból vesz egy darab vödörnyi gipszet, és kifaragja belőle, vagy tehát, hogy igazából morális szempontból szerintem ez nem különbözik attól, mint hogyha én mondjuk nagyon vágyom valami jelenetre, és azt én lerajzolom egy papírra. Ugye? Hogy nézegessem ezt. Hogy ezzel stimuláljam vissza a saját agyamat. Mert ugye funkcióját tekintve ugyanezt csinálja a holofedélzet is, csak technikailag sokkal fejlettebb szinten. Szofisztikáltabb. Hát, igen, de hát valójában morálisan ugyanaz történik, és én nem hiszem, hogy ezt tiltani lehetne, hogy én, mit tudom én, a kis fantáziáimat lerajzolom egy füzetbe, és ezt néha előveszem a fiókból, és nézegetem, és elképzelem, hogy tehát, hogy szerintem az diktatórikus intézkedés lenne, ha ezeket tiltanák. Az megint más, hogy a nyilvánosságra kerülés. Tehát ez például tök érdekes, hogy ezek a megfelelő meghatalmazással bíró emberek egyszerűen belesétálhatnak másnak a holó izéjébe. Az mondjuk inkább agályos szerintem. Tehát ha már valami agályos ebben, az hogy
egyszerűen kb. Lenyomozható a legtitkosabb fantáziáid ilyen módon. Tehát akkor legyen kimondva ez, hogy a holodeckben mindenki azt képzel, amit akar, és akkor don't ask, don't tell. Tehát legyen. Igen, de mi van, policy. Hogyha tehát úgy megy be a Riker, hogy most már ebből elég, tehát ott kéne lennie a hídon a Barclaynak. Mi van, hogyha a Barclay ott valakivel vívás közben megsérül, leszúrták, mert kikapcsolta a holofedélzetnek a biztonsági protokollját, és ott fekszik holtan a holofedélzet közepén. Hát, ja. Mondjuk lehet, hogy a komputer azt érzékeli, hogyha ott van egy halott ember. Hát nyilván én azt gondolnám, hogy ez a helyes eljárás, hogy onnantól, hogy bárki belép, onnantól fúgy, meg kell, hogy szűnjön a szimuláció. Aha. Kivéve, ha konszenzus van, hogy vagy most hát együtt bemegyünk játszani. Kapjon értesítést az adott illető, hogy hoppá, most kinyílt az ajtó, lehet, hogy jobb lenne bezárni a böngészőt. Pontosan. Főnök, főnök gomb. Igen, hogy lehet ilyen privát böngésző ablakot nyitni a holodecken, és akkor úgy mész be, igen. És akkor nincs naplózás, nincs... jó, érdekes. Hát naplózás, tehát téged például lehet, hogy a holofedélzet rögzít is, miközben ott tevékenykedsz. Sőt, hát mondjuk a Lower Decks sorozatból tudjuk, hogy hát a holofedélzeten folyó tevékenység után maradnak tehát különböző termékek, amelyeket az emberek ott hagynak esetleg bizonyos cselekmények után, és azt ki kell takarítani, és bizony a zászlósoknak ott, ez egy rajzfilm sorozat, ugye, tehát ott az a poén, hogy ugye a holofedélzeten van, aki ott megy WC-re is, a többi is egyéb dolgokat végez, és gyakorlatilag ki kell ott, nem tudom, halmozni, vagy nem tudom, de ilyen vödrökkel szedik össze, mert ugye azok viszont valós anyagok, mert az összes többi anyag az ugye, hát még ma sem tudjuk, hogy ott replikálnak, mert valaki a holofedélzeten megvacsorázik, tehát ugye kvázi replikátort... Annyi kérdést vett föl ez az egész. Most óriási spoiler, mert Barclay később holó függőséggel diagnosztizálják, illetve transporter fóbiával, tehát ő neki még kijár ezekből a dolgokból. Tehát van, amikor ő napokig a holofedélzeten alszik. Tehát kvázi ott lakik, tehát nem a saját lakásában. Beverlynek a ölébe hajtja a fejét. De hogy annak nincs hát, addig munkája? Ja, hogy csak oda megy aludni. Ja, értem, hát, azt, hogy ott lenne. Van több napon keresztül. Egy szimulációban megy, amit nagyon szeret. Tehát ott kikapcsolódik. Tehát őnek ez, szerintem Barclaynak a személyiségét még tehát jó, hogy itt elénk tárták, de ez nem zárult le azzal. Egyébként óriási dolgot tesz az epizód végén. Tehát ha belátjuk, hogy ehhez egy páciens, ha most szabad így mondani, akkor nagyon soká jut el, ha egyáltalán eljut, hogy azt mondja, hogy leteszem a függőségnek a tárgyát, és törlöm a szimulációt. Jó, most ő nem minden törölt, nem tudjuk, hogy mi maradt meg. Az ez a 9-es fájl, vagy nem tudom, igen, mi igen, az, igen. Mi lehet. Hát most ne részleteztük. De egyébként tényleg, hogy Troy is, amikor saját magával találkozik, aztán a végén már ő is azt mondja, hogy kuss, tehát elhallgass, tehát pofa be, aztán az angolban is így felszólítja magát, mert valamiképpen őt is irritálja, és talán rá kell, de annyira nem akadnak ki. Tehát ezek az emberek, tehát itt van ez a Roddenberry féle egyel fejlettebb ember, hogy annyira nem akadnak ki, mert a holofedélzet, mint technológia már létezik. Tehát ez olyan, mint amikor mi sem akadunk ki, amikor nem tudom, látunk egy színészt, és tudjuk, hogy már nem él, és akkor digitálisan hozták létre, és akkor az ember úgy realizálja, hogy végülis jól megcsináltak, vagy fiatalítanak egy színészt. Állítok, már úgy vannak a szerződések is, hogy hozzájárul, mit tudom, hogy plakátokon szerepeljen, könyvekben szerepeljen a karaktere, illetőleg, hogy digitális promóciókban, vagy digitális ilyen bármilyen továbbfelhasználás kapjon az ő megjelenése. Tehát kvázi az arcát eladja, vagy el kell, hogy adja, tehát nincs más lehetősége, hogy hozzá kell járulnia, és ki tudja meddig, hogy őről a digitális lenyomatot hoznak létre, amiből kvázi őt létre tudják hozni, és bármit ki tudnak mondatni vele. És már nincs ott mondjuk az igazi színész, mert egy öregítésre, meg fiatalításnál még ott van az eredeti színész. Ott is gond egyébként, hogy egy öreg színész beszél, és fiatalítják az arcát, de a mimikája, meg a gesztusai még, hogy mondjam, lassúak és öregek. Ezért szoktak inkább egy fiatal alanyt használni, ugye a motion capture, és akkor ráteszik az öreg színésznek a... És akkor most hol az eredeti színész, hol van? Tehát ez volt ugye a Han Solo, most nem jó az fiatal Han Solo, most nem jó a fiatal, és így tovább. És itt ezen az emberek túléptek, mert talán a személyiségjogok annyira transzparent, annyira, tehát hogy mondjam, tehát itt nincs már az a szégyenlőség, mint hogy
kvázi, most beszéltünk orvosi adatokról is, például a Voyager sorozatban van egy olyan, hogy a Doki ilyen 3D-s lenyomatot készít, és azt elraktározza, és az is ilyen fényképként kvázi, ilyen háromdimenziós, tehát abból tuti tudsz csinálni egy mesztelen holografikus verziót magadról, tehát te bemész a holografikus... Orvos vagyok, nem kukkoló. Ő nem kukkoló, mondani. De te... Mi van, ha Bantinak, mint gépésznek van egy magasabb szintű hozzáférése, lásd rendszergazda, és azt mondja, hogy le akarom hívni ezt és ezt a karaktert, és akkor az adott karakternek, ahogy Csaba is mondta, hogy egy konferencián szerepelt. Egyébként oké, nem konferencián szerepelt, de mondjuk a Discovery, nem a Discovery, a Picard sorozatban van egy karakter, aki tehát kiderül, hogy őre csináltak egy holografikus másolatot, és később ezt előállítják, és kiderült, hogy ezen a bizonyos hajón, hát gyakorlatilag aki arra a hajóra belépett, tehát őt folyamatosan monitorozták, sőt gyakorlatilag tehát a teljes énjét, tudást, mindent, emlékeit, stb. Személyiségét konzerválni tudták, és később a holografikus másolatban sicsúgy betöltötték. Tehát kvázi az illetőnek készült egy ilyen árnyék másolata így titokban. Tehát ez megint egy jövőbeli technológia, megint egy tovább lépés, hogy rólad, akkor készül egy virtuális másolat, és folyamatosan update-elik. Tehát kvázi az utolsó pillanatig megvoltak az emlékei. Egyébként ez lesz majd, ha tényleg áttöltjük a tudatunkat egy ilyen holó vagy robotémbe, és akkor nem te mész veszélyes helyekre, vagy nem te utazol a Marsra, de elutazik oda az éned, de a te tapasztalataid ott lesznek abban a pillanatban, és te úgymond emberként éled meg a nem tudom az első Marsra szállást és a többi, és tehát túlépünk azon, hogy most egy robotszonda az nem valódi emberi megtapasztalás. Tehát lehet, hogy ezek a holofigurák, vagy holofedélzeti alakok, vannak olyan valóságű másolatok, lásd a Barbie-nak, tehát ábrándozik ez az álmodozós epizód. És tehát ő ebben a szimulációban bele van ringatva abba, hogy ez az igazi Troy tanács, jó, mondjuk tényleg nem úgy néz ki. Tehát direkt van egy elvonkoztás ebben a mesavilágban, vagy ebben a nem tudom, francia muskétás kosztümös szimulációban vannak, de akkor jó egy élmény, most egy film akkor jó, ha valósághű, vagy egy regény, ha bele tudod élni magad, és itt annyira valóság, tehát a Barclaynak akkor jó terápia ez, vagy akkor igazi élmény ez, ha ő tényleg létrehozta, leképezte, hogy a Troy tanácsadó tényleg Troy tanácsadóként viselkedik. Csak az a baj, ez a Troy tanácsadó, lásd a bárban, ott a Riker az egy tényleg egy ilyen kicsit gyenge figura. A Jordit elröpíti. Tehát vissza se, tehát gyakorlatilag leteremti azonnal. Egy igazi Riker nem így viselkedne, tehát nem értem a Barclaynak, ez mit, hogy jelent kielégülést, vagy bármilyen örömöt, hogy hát ez egy tutyimutyi Riker ebbe. Tehát mi a poén ebbe, hogy egy ilyen napon én is csinálhatok, hogy nem szeretem a főnökömet, csinálok belül egy ilyen gyenge jellemű holohassomást, és azt elpüfölöm. Tehát ott az nem az igaz. Ez nem este jól? Hát, most én nem tudom. Ez egy felszínes megoldás. Hát számomra ez egy picit zavar, hogy ott is a Troy az rögtön egy ilyen, hogy érzem magában az erőt, és hogy ez felizgat is. Tehát a Barclay erre vágyik, nem arra vágyik esetleg, hogy egy igazi erősebb Troyt meg kelljen hódítani a lépésről lépésre? Hát és ez ugyanolyan szerintem, mint egy videójáték, hogy ott ja, sem a... a legerősebb, és... Igen, lekardozod, és kész. Tehát így. Ez olyan, mint amikor ilyen dárcozol, és a főnöködnek az arca van ott. Tehát ez nem több annál, ez egy kikapcsolódás. Tehát ő nem szeretne szintet lépve, lépcsőről lépcsőre, mert akkor a valóságban is ő a sarkára állhatna, vagy nem tudom, tehát megcsinálhatná azt, hogy mit tudom én, egy kicsit határozottabban kiáll magáért, de hát végül is igazuk van a Rikeréknek, amikor elkésik. Érdekes, amikor a Jordi így rászól, hogy nem tud időbe jönni, akkor ott már eleve úgy jön be a raktérbe, hogy ott a ceflős hordók mögött elbújik. Emlékszem.
emlegettük már, hogy itt holografikus Rikerrel találkozunk, és hát Barclay előszeretettel ki is osztja, hogy Riker nem más, mint egy üres fejű, egyenruhába bújtatott próbababa, aki csak a talknyoláshoz ért. Az eredetiben nagyon jó ez a full of hot air, tehát pretty mannequin, fancy uniform, tehát ez nagyon jó, jól hangzik. És érdekes, hogy a Barclaynak nincs a Picarddal közvetlenül konfliktusa, de tulajdonképpen érzi, hogy az ügye, nevesztesen, hogy mindig tehát problémás esetről van szó, az előbb-utóbb a Picardhoz jut, és így gyakorlatilag egy ilyen ellenérzése van a Picarddal kapcsolatban. És igazából ezt lehet, hogy ezt éli meg itt. Tehát ez is egy, tehát ahogy mondom, ez szerintem egy ilyen terápia volt ez a holo szimuláció számára. Akárhogy is, mielőtt Troy a nyakába ugrana, hát a holografikus Troy, itt ugye, mert fölizgatta ugye Barclaynak az ereje, hát valaki beszól a, hát ugye, a hangos bemondón, hogy Barclay hagyna, hogy ugye a Cargo B5, ugye az ötös rakfedélzetre kell mennie, és az az érdekes, hogy magyarban maga Geordi szól, hát logikus is, mert ott történik ugye éppen egy ugye Sidemind-nak a fogadása. Egyébként nekem az volt a vicces, hogy antigravitációs ugye ilyen szállító platformokat használnak, tehát kvázi ilyen űrbeli ilyen béka, hogy úgy mondjam, hogy raklapokat szállítanak, egyébként pont akkor, mint egy raklap, de ugye itt ugye eleve hát nincs gravitáció, vagy nem, tehát a gravitáció az mesterséges. Ezt esetleg majd valamikor meg lehetne beszélni, hogy szükség van-e antigravitációs ilyen szállítóeszközökre egy Star Trek epizódban. Akárhogy is maga Geordi LaForge szól, és érdekes, hogy őt előbb püfölték el és ment ki, de hát nyilván az a holografikus változata van, csak a magyar változatban szerintem spóroltak a hangokon, és ugye a Barát István szólaltatta meg. Aztán később hát Geordi bizony elkezd panaszkodni a Barclayra. Érdekes, hogy ez azért pszichológiailag ez érdekes, hogy továbbadja a feje felettesének, tehát dedikálja ezt a problémát, sőt aztán az egész megy Picardhoz is. Tehát följut egy helyi probléma, ezt munkahelyi szinten, ezt úgy szoktuk mondani, hogy egyrészt nem hatékony, másrészt indiszkrét. Tehát ha én ezt a hatáskörömen belül teszem azt, egyébként nagyon jó, mert aztán azt hiszem, talán Riker is így félrevonja a Geordit, nem a Geordi, hanem a Barclayt, és úgy mondja, hogy hát itt az Enterprise-on nem ezt szoktuk meg, szedje össze magát, stb. Nem a többiek előtt hordja le. Ez nagyon korrekt hozzáállás. De a LaForge-nak meg kellett volna, vagy próbálni kellett volna erősebben ezt, amit később megcsinált, mert előbb-utóbb úgyis hozzá kerül vissza, az ő beosztotja, és nem a Picard hatáskörébe tartozik. Tehát ezt minden munkáiról tudjuk, hogy ezek a szintek, ezeket a játszmákat az adott szinten kell lejátszani, ha csak nem olyan kirívó, ugye, fegyelemsértésről van szó. Szóval itt meg pont ez a Geordi hatásköre, és neki kell olyan főnöknek lenni, hogy meg tudja oldani. No, de ez már nem a szinkron. Viszont Geordi egy hibát követel a szinkronban, mert azt mondja az angolban Geordi, hogy the guy is always late, míg a magyarban azt mondja, hogy állandóan elesik. Hát én szerintem állandóan elkésik, és tudjuk, hogy elkésik. Talán félregépelték, vagy félre írták, vagy mondták ezt a szöveget is. Aztán természetesen a kapitánynak a hajónaplója sem hiányozhat az epizódból. Ugye megtudjuk, hogy a Mikulákok faja által adományozott rakományról van szó. Ugye ezek ilyen szövetminták, amiket a Nami 4-re szállítunk, és ugye ott bizony, hát kitört, van egy outbreak, bizony-bizony, a Corellium láz vagy járvány tört ki ezen a világon, de majd ezek a minták segítenek, hogy megfékezzék. Egyébként magyarban a Picard csak annyit mondta, hogy a járvány visszaszorítása érdekében, és itt picit elesik az, hogy a TNG-ben még ezt is oda teszik, hogy oké, járvány van, kikadták a Mikulakok, hol van, a Nami 4-en van a milyen járvány, Corellium láz. Úgyse fogunk, soha nem tudjuk meg, hogy mi a Corellium láz, milyen tünetei vannak egyáltalán. Biztos nagyon veszélyes, meg már kitört, és csak ezzel lehet megfékezni, és sietni kell, de hát a magyarban nyugodtan rá lehetett volna mondani, főleg azért, mert képen kívül beszél a Varga T. József, tehát a fordító fölöslegesen hagyta ki, és ezek ilyen nüanszok a Star Trekben, amiket ilyen többszörös nézés után észreveszünk, és kukacoskodunk. Aztán én azért kukacoskodtam, és háborogtam, és szerintem még az is lehet, hogy ti is észrevettétek, hogy egyszer csak
a Picard a Geordi hangján kezd el beszélni, de nem azért, mert itt hasbeszélő lett, vagy valami baja van, hanem hogy a szinkron hangsáv eltolódott, ritkán, de előforduló, bosszantó hiba. Viszont inkább mulatságos, hát nem is szinkron hiba volt, mert a szinkronban nem is igazán került bele a fluxus kondenzátor. Na most hát a Star Trek, ami azért egy tudományos sci-fi sorozat, vagy tudományosan jól megalapozott, hát átvesz. Meg is lehetne kérdezni, hogy ugye az itt elhangzó, hogy flux capacitor, ami ugye kondenzátort jelent szépen magyarul, vagy nem magyarul mondva, áramsűrítőnek is mondja a nagyszótár, ami tényleg hát töltéseket tud tárolni. Hát ez a fluxus kondenzátor nyilván ez is egy ilyen megafin, hogy kellett valami jó kis, jól kinéző, meg jól hangzó kis eszköz az időutazás technológiájába a visszajövőbe sorozathoz. 89-ben volt a harmadik rész, és talán 91-es az epizód, és akár még ilyen poénként is beleírhatták az írók, bár csak Barclay mondja is magyarul, egyébként magyarul csak annyit mond Barclay, amikor azt mondja, hogy I knew about the flux capacitor, azt mondja, hogy én is tudom, hogy mit kell csinálni. Teljességgel eltűnik, tehát nem beszél se kondenzátorról, se fluxusról a magyar Barclay, hanem szépen így pongyolán fogalmaz. Bár Wesley az elején még azt mondja, hogy hát bizony csekkolni, ellenőrizni kéne a flow capacitort. Hát igen, mert ott ugye gyakorlatilag annak a megszakadása egyébként magyarul nagyon jól mondja, hogy ellenőrizni kellene az áramlási kondenzátort, mert ugye ennek a meghibásítása az antigravitációs mező összeomlást okozhatja. Hát érdekes, hogy hol az angol fogalmaz pontjolán, hol a magyar, de minden esetre itt van egy jó kis ilyen pingpongozás ezekkel a fogalmakkal, amikről igazából nem nagyon tudjuk meg, tehát ezt mondjuk úgy, hogy nem megy mélyebbre az epizód, nem megy még egy szinten lejjebb, vagy például amikor Barclay folyamatosan azt emlegeti, hogy hát ő ugye a Power Systems ezekkel volt gond, és 12 órát dolgozott rajta, egyébként magyarul azt mondja, hogy reaktoron dolgozott. Elhisszük. Lett akkor egyébként miért nem azt mondja, hogy a reaktor? Hát mindegy, akárhogy is itt ezen túl kell lépnünk, és nem is igazából itt van az epizódnak az a része, hogy a Barclay karakter már itt annyira érdekessé válik, hogy a néző esetleg megbocsátja ezeket, amik esetleg egy normál Star Trek epizódban azt mondanánk, hogy hát ez egy kicsit ilyen pongyal a fogalmazás az angolban is. Aztán a pohárnak a torzolása, az viszont nagyon érdekes, főleg azért, mert ilyet nem nagyon láttunk, ugye ez az első tünete ennek az anyag jelenlétének, és itt nagyon szépen leírják, hát Data nagyon szabatosan megfogalmazza, hogy ugye itt LaForge azt feltételezi, hogy ugye a Duffy hadnagynak a poharában, tehát a pohara, vagy ugye a replikátor a poharat is replikálja, és aztán az anyagot, az italt is. Ez egy érdekes funkció, hogy itt gyakorlatilag az egész, tehát létrehozza nem csak a folyadékot, vagy az élelmiszert, hanem magát a esetleg tárolóeszközt, poharat, tálcát, evőeszközöket, és nyilván azt is aztán újra ugye energiával alakítja vissza, tehát megtörténik a recycling. Na de itt arról van szó, hogy ugye a pohárban lévő folyadék, tehát ha a replikátorra lett volna a probléma, Data azt úgy magyarázza ezt a jelenséget, hogy nem replikátor hiba, mert ha a replikátor hibás, akkor a folyadékot is érintette volna, márpedig ugye ez egy szintehol replikációja, a földi eredetű ugye light ale, magyarul hát világos sörnek, mert ezt rendelte ugye a Duffy hadnagy, és tökéletes mása volt. Érdekes, Data azt mondja, hogy tökéletes mása volt, míg az eredetiben tényleg elhangzik ez a szintehol replikáció. Tehát ugye a szintehol fogalmát meg tudjuk, hogy itt voltak éppen az alkoholoknak a hát ilyen szimulált, és talán azt hiszem a hatás is ott van, de valójában maga alkohol nem kerül a szervezetbe, de mondjuk egy tehát talán, hogy be is lehet rúgni tőle, de nincs az alkoholnak a káros hatásai nélkül történik meg ez. Nagyon érdekesek ezek az elszólások, amit például Picard is, hát Data metatézisnek mondja, amikor Picard is brokkolit mond Barclay helyett,
és hát igen, kellemetlen, hiszen Barkley jelen van, és érdekes Picardnak a bekapcsolódása számomra, ez teljességgel ő volt az a, tehát most nem Riker volt az, aki kimaradt itt kicsit ezekből a jelenetekből, hanem Picard, de hát nem is ő hatásköre volt. De nagyon érdekes Guinan, aki próbálja meggyőzni a LaForge-ot, és a LaForge itt mondja ezt, hogy ugye Guinan mondja, hogy volt ez a Tarkin, Törkim nevű nagybátyja, vagy ki ugye ilyen misfit volt, ez a Geordi-ra reagál, hogy ugye doesn't fit, nem ide való, nem passzol ide a legénység körébe, vagy a közösségébe úgymond ennek a hajónak. És a megközelítése az epizódnak az álmodozás a magyar címben, viszont a német címben ugye de Süchterner Reginald, vagyis a szégyenlős Reginald a cím. Érdekes, hogy ott kifejezetten a Barkley-ra fókuszál a német cím. Kvázi egy kicsit talán a német Star Trek-nek az ilyen attitűdjét is bemutatja, hogy elég ott szeretik talán az ilyen karaktereket, vagy jobban. Aztán elhangzik a holodiction, ami nagyon jó szó. Magyarul egy holokönyvet is megírhatna már a Barkley, ahogy LaForge is, mert ő is ugye beleszeretett valakibe a holofedőzten. És végül a már említettet érdekes ugye InVideo, amit itt Miklós tök jól visszafejtettél, hogy talán ez tényleg egy nem látható anyag. Ez a magyarban individumként is meg elhangzik egyszer, a szempont a LaForge-tól. Nyilván egy új szó, és hát itt hajlamosak vagyunk, hogy egy ismert szóval. Nem egészen az individuum, hanem individuum lett belőle. Hát a magyar rajongók számára ugyanúgy egy ismeretlen szó, ha csak nem kezdenek el szótározni, ahogy mi tesszük és járunk utána epizódoknak. Ez a Barkley hadnagy nem csak egy individuum, hanem egy novum a Star Trek történetében. Ilyet még nem láttunk, és ez egy hatalmas, én azt mondom, szintlépés a sorozaton belül. A felütése nagyon érdekes ennek az epizódnak, ahogyan kezdődik, már említettem, hogy hatásos a jelenet, de ami utána jön, az számomra egy kicsit ilyen sötét, bár Dave azt mondta, hogy Riker megfelelően jár el, de mégis olyan szokatlan az, hogy így fegyelmezni kell valakit, ennek van egy ilyen bajós hangulat, hogy mi lesz, hogyha ez az ember, ez valahogy úgy fellázad, vagy nem tudom, valami borzasztó dolgot fog csinálni. Nekem abszolút benne van ez az elején, és hogyha először nézném, már nem emlékszem, hogy mit gondoltam, amikor ezt első alkalommal megtekintettem, de simán benne van az, hogy ez ebből valami gyilkos lesz, vagy nem tudom. Főleg a Dwight Schultz azért egy... ezzel az arccal jól meg is tudja jeleníteni. Szerencsére egyébként nem ez történt, és váratlan, de szerintem egy jó kifutást kapott ez a történet, de mindenki teljesen jól szupportálja az ő történetét. Picard megint Shakespeare színész lehet, tehát a holofedélzeten ezek a kosztümös jelenetek, ezek fantasztikusak. Fantasztikus, amit említett Dave, amikor véletlenül brokkolit mond, látszik a Picard arcán az ijegység, hogy te atya úristen, most hogy elrontottam ezt, és ezt Picard, mondtuk már itt számtalanszor, meg a rendezők is mindig kiemelik, hogy ez egy annyira kifinomult színész, ez a Patrick Stewart, hogy az arcával bármit el tud játszani, és nem tolja túl, és finoman, és egy pillanatban benne van minden, tehát ilyen szempontból tökéletes ez az egész, de hát Dwight Schultz az szintén tökéletes, és ez egy jó ötlet volt őt ide behozni a Star Treknek a világába. Nem tudom, hogy én ezt ajánlanám el olyan embereknek, akik még nem láttak Star Treket, mert ez egy kicsit másfajta Star Trek, mint amit megszoktunk, de lehet, hogy talán Miklós fog tudni erre válaszolni, hogy kvázi azért te már láttál egy pár Star Trek-et, tehát nem vagy outsider, de mégiscsak így a kellős közepébe belerángattunk. Neked milyen élmény volt, hogy egy ilyen szokatlan karaktert látsz itt a képernyőn? Mondom, nekem az nagyon tetszett, hogy egy ilyen karakter is van. Tehát amit mondtam, hogy engem ez a karakter annyira nem fogott meg, az nem az elesettségének
meg az ilyen izéinek, furcsaságainak tudható be. Tehát szerintem ez egy nagyon jó koncepció volt, hogy van egy ilyen. Most aki teljesen Star Trek szűz, annak nyilván nem ezt mutatnám, mert annak valami reprezentatívabbat kéne mutatni. Nehogy aztán csalódjon, mert azt fogja hinni, hogy majd mindegyik ilyen lesz. Hát nem. Nem. Tehát, de én ezt nagyon élveztem pont ezért. Jó pofa volt. Én nekem az újranézéskor, hát így az elején rögtön felnyögtem, hogy most jön ez az epizód, és akkor láthatom megint a Bartlinak az ügyetlenkedéseit. A másik oldalon újranézve teljesen ott van előttem a karakter, tehát aki elfogadható, és amilyenek bizonyos élethelyzetekben majdhogy nem mindannyian voltunk, vagy akik Star Trek-et nézünk, talán van a... Tehát nehéz lenne egy közös nevezőt mondani a Star Trek nézőkre, tehát nem lehetne azt mondani, hogy csak kizárólag geekek, mert tényleg tehát 60-an túli hölgyek is nézik a Trekket, és nyilván más aspektusát szeretik, mint amúgy mondjuk középiskolás srácok, akik tehát tényleg megragad az, hogy itt kvázi működő tudományos környezetet látunk. Egyébként volt egy olyan regény sorozat, sajnos csak regény sorozat, mert egy ilyen filmsorozatot is megnéznék, és szerintem nem lenne unalmas, hogy Starfleet Corps of Engineers, tehát a mérnöki hadtestről úgy szólván, és akkor ott a Geordi szerepel, a Sonya Gomez zászlós, szintén egy mérnök tisztnő, és tehát ott kifejezetten ilyen tematikai epizódok vannak, egy ilyen átlagos, ilyen, tehát a Lower Decks című sorozat is ilyet ragad meg, hogy alsó fedélzetek tisztjeinek a hétköznapi problémái, bár ők is elmentek elég nagy problémákba, tehát bolygók robbannak fel lassan már ott is, és azért pedig ott az ember szívesen nézne egy ilyen Star Trek sorozatot, és a TNG, amelyik hát mondhatni még finoman azt is, hogy valamiképpen egy antológia sorozat. Tehát néha hoz egy bizonyos tematikát, amikor elővesz, tehát akár a technológia határai, erkölcsi határok, legyen az az emberiség és a más folyok viszonya, és a többi. Van, amikor kifejezetten egy akciódús rész, politikai témájú, vagy kifejezetten a dráma, a személyiség és karakterközponti epizódok. És ezek nagyon jól elférnek ugye a 26 epizódos évadokban. És ezért így egy Star Trek rajongónak, aki úgy benne van a flow-ban, hogy megint ezt a szót használjuk, tehát folyamatosságában néz az epizódokat, nem ugrik le annyira a Bartlinak a karaktere sem, meg az epizód se, de egyébként egy helyet leugrott a Bartli, nem tudom, figyeltétek ezt, Csaba, te szoktad észrevenni, pedig, hogy ugye itt vívásról van szó, vagy Bartli, mint egy ilyen fénykardot, tehát dupla tőre volt, vagy kardja, vagy nem is tudom, tehát ahogy ott vívott. Bartli mester. Hát nyilván, hogy mester, de hát a távolban lévő, azt szerinted még a Dwight Schultz volt, és a Bartli mester volt, mert ott egészen más például a dublőrök voltak. Hajviselet, tehát nyilván ott dublőrök voltak, tehát ezek is előfordulnak, nyilván a HD felbontás nem teszi jót az ilyen jelenteknek. És hát, na igen, az újranézés jót tesz. Most röviden azt mondom, hogy én visszatudtam tenni ezt a fiókot a maga helyére a Star Trek könyvtáramban, és tudom, hogy hol van, tehát ha ilyesmit szeretnék, vagy a bárkit szeretném végigkövetni, akkor rendben van. De lehet, hogy egy új nézőnek akkor adnám, amikor már sok különleges karaktert látott, az átlag karaktereket is, de mindenképpen meg kell mutatni az ilyen karaktert is, és jó, hogy a jövőbeli emberről alkotott elképzelésbe belefér az. Tehát ez a diverzitás, amit manapság mindig mondjuk, hogy a Star Trek már akkor megmutatott, ez erre is vonatkozik, és itt ez jól működött, és pláne, hogy ez a karakter visszatért, és a Dwight Schultz elég jó munkát végzett a szereplésével, tehát mint színész szerintem jól hozta a figurát, és így rendben az újranézése. Na, Miklós, már csak arra kell sort keríteni, hogy van-e valami oka, hogy Jurassic Park pólóban jelentél meg a felvételen, ami nem baj, csak kérdezem, hogy... Nem, ez egy teljes véletlen, de véletlenül egy jó utalás a legutóbbi megjelent Parallaxis podcastra, amiben
másodszor beszéltünk a Jurassic Parkról a Parallaxis podcastok történetében, de most az adta az alkalmát a dolognak, hogy már ugye kiteljesedett mindkét trilógia, hiszen a nyáron bemutatták a Jurassic World. Ja, ez a Chris Pratt-es. A Chris Pratt-es őrületnek a harmadik epizódja is kijött, és most ezt az alkalmat is kihasználtuk, mert ugye az ember mindig talál magának valami jó ürügyet arra, hogy Jurassic Parkról beszélgethessen, úgyhogy ez most eléggé adta magát, tehát ez is volt. Most mindjárt blöffölök valamit, mondjuk szerintem a 73. epizód volt. De lehet, hogy plusz-minusz egy. Szóval igen. És akkor én ezt előkotortam, ezt a pólót, és most ismét ezt vettem föl. Hú, én most a fejemhez kaptam, mert azt hiszem, hogy te megkérdezted abban a Parallaxisban tőlem, hogy akkor most a Jurassic Parkot én ugye végig fogom nézni, mert hogy ott azt az első részt tárgyaltuk ki, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon, elfelejtettem a Elveszett világnak fordított című második részt már megtekinteni, erről a Chris Pratt trilógiáról már nem is beszélve, tehát erős lemaradásban vagyok a szériával. Nem tudom, ezt az újat, ezt mennyire érdemes egyébként. Hát figyelj, megnézni. Amikor a régi, amikor nem a régin nőttél föl, akkor szerintem annyira nem biztos, hogy érdemes, mert igazából az egészben egy ilyen nagy retro faktor van. Tehát előszedték a régi szereplőket, meg mindenféle tengernyi utalást a régebbi történetekre, és hogy ugye én azt nem tudom kivonni belőle, tehát nem tudom olyan lobotómiát végrehajtani magamon, hogy megnézzem, hogy szűz szemmel, ha nem a Jurassic Park formálta volna nyiladozó elmémet annak idején, akkor most ez önmagában milyen film lenne? Hát annak az eldöntésére én nem vagyok hivatott, azt hiszem. Túlságosan ilyen biased, hogy mondják ezt? Eltorzított nézőpontból nézem a dolgot most már. Na jó, hát mindegy, elég lesz nekünk már, hogy megítéltük a Star Trek epizódot, amit újra néztünk, te is viszonylag friss élményként tudod ezt elkönyvelni, mert az éjszaka azt hiszem, hogy abszolváltad ezt a láttam, dolgot, és amit arra is rejtem, hogy már másodszor láttam. Igen. Szuper, hát örülünk, hogy itt voltál megint. Én is nagyon örültem, köszönöm szépen a meghívást. Szerkesztőtársam, Dév, neked is köszönöm szépen a szerkesztést és az értékes gondolatokat. Jövő héten pedig The Most Toys. Mi is ennek a magyar címe? A játékszer. Ez is egy nagyon jó. Várunk minden Star Trek rajongót, érdeklődőt. Jövő héten vasárnap találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!